helyi tanítási módszerekkel ismerkedtek a Vaszari János általános iskola matematika tanárai Németországban. Az iskola matematika munkaközösségének tagjai több intézményt is meglátogattak, és rengeteg tapasztalattal, élménnyel tértek haza. A matematika munkaközösséggel jártunk Németországban, Sprendlingenben, ezen a településen. Ez Rheinland-Westfáliában van, és olyan Frankfurt környékén, tehát több mint 1000 kilométert utaztunk, hogy eljussunk ide. Egy nyugdíjas matematika tanárnő hívta fel a figyelmünket a giszteni matematikumra. 170 interaktív matematikai játék van ebben a múzeumban, és nagyon sok olyan dolog van, amit itt az iskolában is meg lehet valósítani, és ezért nagyon kíváncsiak voltunk erre, és nagyon készségesen segített a lánya, Rabi Piroska, aki 4 éve már kint él Sprendlingenben, és segített nekünk ezt a 3 napos utat megszervezni. A 3 nap alatt először is egy alsó tagozatos általános iskolát látogattunk meg, kíváncsiak voltunk az ottani iskola rendszerre, nagyon érdekes volt számunkra, pont egy ilyen projekt nap volt, és szülők is bent voltak az iskolában, nagyon-nagyon érdekes volt. Utána a következő napon voltunk egy ilyen Gesamtschule-ban, ami 5-től 12. évfolyamig tanítanak ebben a Gesamtschule-ban. Itt néztünk matematika órát. Érdekes volt, ahogy a gyermekek viszonyultak a matematikához. A német nyelvű matematika könyveket nagyon átvizsgálták a kolléganők, kollégák, és a szemléltető eszközök is nagyon érdekesek voltak. Tehát sok-sok tapasztalatot gyűjtöttünk. És az utolsó napon pedig indulás volt a matematikumba, ebbe a múzeumba. Hát itt, ahogy néztem a matematika szakos kollégákat, ugyanúgy játszottak, mint a gyermekek. Nagyon sok érdekes játékkal, nagyon hasonló, mint a budapesti csodák palotája. Nagyon tanulságos volt számunkra ez a kirándulás, egy kicsit a munkaközösséget is összekovácsolta még jobban, bár egy nagyon jól működő matematika munkaközösségről van szó. Másodszorban pedig tapasztalatszerzésből nagyon fontos volt, hogy az ott szerzett tapasztalatokat itt kamatoztassuk az iskolában.